I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Sziasztok, és köszöntelek benneteket újra itt a csatornámon. Néhány nappal ezelőtt az Instagram, valamint a Facebook oldalamon megosztottam pár képet arról, hogy beköszöntött Texasban végre a tavasz. Végre, hát kinek mit jelent ugye a végre? Ugyanis Texasban körülbelül másfél-két hónap az, amit télnek hívhatunk. Ebből körülbelül egy hét az, legalábbis a tavalyi évet nézve és az idei évet nézve, egy hét az, amikor elég kemény fagyok is tudnak lenni. De most már beköszöntött, ahogy mondtam, a jó idő. Megkezdődött a kertészkedési időszak. Ilyenkor mindenki végre elkezdi ültetni a kis virágait, zöldségeit, amit szeretne. Mivel mi apartmanban lakunk, így csak egy pici kertjünk van, amelyre nem tudok annyi virágot elhelyezni, amennyit szívem szerint szeretnék. A hétvégi programom egyébként az lesz, hogy a muskátliaimat át fogom ültetni. Ezek a muskátlik már 3 éve vannak velem, tehát 3-szor is sikerült már átteleltetnem őket. Valamint nagyon sok szobanövényem van. Egyszerűen teljesen rákaptam az elmúlt évek során arra, hogy minél több és több szobanövényt vásároljak. Van egyébként olyan lehetőség is, hogy egy úgynevezett community gardenben, vagyis közösségi kertben egy kisebb területet kibéleljen az ember, és akkor ott tud magának bármilyen zöldséget, gyümölcsöt ültetni, hogyha szeretne. Ide tagdíjat kell fizetni, valamint van egy éves bérleti díj is, de nem egy akkora nagy egetrengető összeg, hogy ne érné meg maga a befektetés, hogyha valaki tényleg komolyabban szeretne belemenni a kertészkedésbe, de ugye ott, ahol lakik, erre nincsen lehetősége. És mivel tényleg annyira szerettétek a posztomat a kertészkedéssel kapcsolatban, mind az Instagramon, mind pedig a Facebookon, ezért most 3 olyan üzletnek a Garden Centerébe, vagyis a kertész részlegébe szeretnélek titeket elvinni, és megmutatni azt, hogy milyen dolgokat is lehet itt kapni, ahol jóba szoktam járni én is vásárolni. Ezek az üzletek pedig a Walmart, a Home Depot, valamint természetesen az AGB nevű üzletnek a garden része. Amennyiben érdekel benneteket, tartsatok velem! On each and every day, the past is where it stays, way back. Meg is érkeztünk a Walmarthoz, menjünk akkor be a kertész részlegre, és nézzük meg, hogy miket találunk. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a... Én, ha tehetném, az összes létező virágot egyébként megvenném. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. És a Home Depotnak egyébként viszonylag elég nagy választéka van, és nem csak virágokat és magokat és palántákat lehet venni, hanem kerti bútorokat, grillsütőket is. The past is where it stays, way
way back a year ago. Jól látjátok, ezek itt kolibri itatók és etetők mögöttem, ugyanis az Egyesült Államokban, főleg a déli részeken nagyon sok kolibri van. Way back a year ago. Meg is érkeztünk a Home Depothoz, ami nagyon hasonlít egyébként az otthoni Obi áruházhoz. Menjünk be akkor a Garden Centerbe, és nézzük meg, hogy itt mikkel találkozhatunk. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time. Itt már természetesen ott van a kis tábla, hogy vegyél többet, és akkor 10%-ot spórolhat. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Itt pedig mögöttem láthatjátok a palántákat, a legtöbbnek egyébként $5 darabja. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. A Home Depotnak, mint láthatjátok, sokkal nagyobb Garden Centerje, vagyis kertész részlege van, mint a Walmartnak. Én személy szerint órákat is el tudok itt tölteni, csak nézelődéssel, ugyanis bent találhatóak a szobanövények a benti részlegen, itt kint pedig ugye a palánták és a kinti növények. Way back a year ago. Yeah.
Meg is érkeztünk az AGB-hez, amelynek a Walmarthoz és a Home Depothoz képest viszonylag kis kertészeti részlege van, de még így is elég bőséges a választék. Az AGB egyébként uralja Texast, ez egy texasi üzletlánc, és annyira népszerű, hogy nagyon Texasba túl sok másik üzlethálózatot nem is engednek be igazán. Éppen ezért csak a nagyvárosokban lehet másféle üzlethálózatokkal, mint például a Sprouts, vagy pedig a Trader Joe's, esetleg az Aldi találkozni. A Walmart az az üzlethálózat, amelynek igent mondott az AGB, és elég sok helyen megtalálható itt Texasban. De az, hogy miért is szeretik ennyire az AGB-t, erről tavaly már csináltam nektek egy videót. Ha erről lemaradtatok, azt ide fentre be fogom linkelni, és meg tudjátok nézni. De most menjünk be, és nézzük is meg, hogy milyen az AGB-nek a Texas backyardja. Az AGB egyébként nagyon törekszik arra, hogy Texasban készült, valamint termesztett termékeket árusítson többségében, ezzel is kiszorítva a nagy multikat, és nagyobb teret adva a helyi kisvállalkozóknak is. Valamint nem tudom, hogy feltűnt-e nektek a videóban az, hogy az AGB-ben a virágok és a növényeknek az ára legalább 2-3 dollárral olcsóbb, mint a Walmartban vagy a Home Depotban. Én személy szerint olyan szobanövényt is észrevettem, amely több mint 10 dollárral kerül olcsóbba itt az AGB-be, mint amennyibe a Home Depotba került. Ugye, mint mondtam, észrevettem árkülönbségeket, nem is alacsony árkülönbségeket a Home Depot, a Walmart és az AGB között. Konkrétan ugyanez a szobanövény, amit látható mögöttem, a Home Depotban 36 dollárba került adó nélkül. Itt az AGB-ben ugyanez a szobanövény adóval együtt nagyjából 18 dollárra jön ki. Thank you.
Mint láthatjátok, mögöttem az ülésen természetesen sikerült ismételtem vennem egy szobanövényt. Itt vettem meg egyébként az utolsó helyen, ahol voltunk, az AGB-ben, ugyanis itt csak $18 került adóval együtt. Írjátok meg alul a kommentbe, hogy a három üzlet közül, amelyet megmutattam nektek, melyiknek a kertészete tetszett nektek a legjobban. Nyilván valamelyiknek bőségesebb választéka van, viszont valamelyik meg sokkal olcsóbbba kerül. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, és amennyiben még nem iratkoztatok fel a csatornára, azt mindenféleképpen tegyétek meg. Lájkoljátok a videót, hogyha tetszett, és bármilyen kérdésetek, észrevételetek van, azt alulra írjátok meg a komment részbe. Ne felejtsétek el megnyomni a kis csengőt se, hogy a következő részről sem maradjatok le. Sziasztok!